ami ez egy kis rövidebb War Thunder-es videó lesz. Na nézzük. Jövünk a Kungival. Na nézzük csak, hol vagyunk. Rohadtul nem erre akartam, de most már erre jövök. Ma egy ilyen baloldali osztás lesz. Ó, bazd meg, jobbra kellett volna. Mindegy. Csaba, üdvözöllek, szervusz, tisztelettel, hello, hello. Ság van. Adjunk nekik. Én most teljes taktikai balszélre fogok kivonulni, Huncutba, hát ha van értelme, ugye kiderül. Látom, más is arra gondolkodik. Szép autót kikerüljük. Na? Ó, csak 4 repülő jön a Ground Battle-ba. Csak 4. Úgyhogy nem baj. Gyertek csak. Csak 4. Nincs gond. Na nézzük. Hát ez sikerült. Ez is sikerült. Figyelj, mire fölér az ágyú, csak addigra agyonlő, figyeld. Imádom. Ez csodálatos. Hú, bazd meg, de jó ez a légvédelem. Öröm ezzel játszani, bazd meg. Úgy érzed, hogy van esélyed. És haltam. Ez a légvédelem, bazd meg, hallod? És a spawn ponton meghalunk újra, mert a csodálatos Gaijin játék dizájnja ismét remekel. Fantasztikus játék, gratulálok. Tegyetek még több lehetőséget abban, hogy a repülősök lebombázhassák a spawn ponton áldogálókat. Tudom, mert ha nem lehetne engem lebombázni, akkor a csúnya gonosz azmon minden repülőt lelőne. Bár így lenne, hogy dögölne meg az összes. De sajnos nincs így. Hú, bazd meg, ez komoly? Ez a fordulási sebesség? Azt a kurva anyádat. Öcsém, ezzel aztán van esélyem a levegő ellen. Ez, igen, öcsém, ez igen. Ezzel így lesz esélyem, úgy látom. Az igen, bazd meg. Csém. Nem csodálom, hogy a svédek hamar vesztették a háborút, bazd meg.
Ez az, ez az. Bravo, Gaijin, csak így tovább. Ez az. Pont van esélyem, úgy látom, a spawn ponton. Na hát, és erről szól, ez a repülős hozzáállás. Ők itt üldögélnek, és szépen az egy helyben álló egységeket lebombázzák. Ami hát érthető, hát így kell hősként harcolni, esélyt adni mindenkinek, és csodálatosan érezni magunkat, hogy a védteleneket agyonlőjük a ponton. Így kell ezt. Más megoldás nem is létezhet. Az a helyzet, Csikán, az életben viszont nem ilyen könnyű. Tudod? Nyomorult fasz. Nem baj, legalább itt éld ki magad, itt legyenek sikereid. Vagy halott. Öcsém, bazd meg, ez is, fú, bazd meg. Azt mondja, légvédelem, hát ez pont arra való, ahogy nézem. Szevasz, Gajcsú! Annyit értem, hogy ráváltottam, hogy csak jobban fölbaszott. Na, ott jön a másik agyhalott jelölt. Gyere szépen. Várunk titeket nagy szeretettel. Olyan hősként lehet ezzel harcolni. Komolyan mondom, bazd meg, ebben a játékban németeken kívül nincs rendes légvédelme senkinek. Nincs. Egyszerűen nem létezik. Nincs ilyen fogalom, hogy működő rendes légvédelem. Csak ilyen rakásszarok vannak. Sebesség, forgás, semmi, lőgyorsa, tűzgyorsaság, lófasz, lőszermennyiség, nuku, tárak kifogynak pillanatok alatt, semmi, bazd meg. Csodálatos. Aztán inkább pizzát, bazd. Ezt is mindig megfogadjuk, hétvégén nem kell játszani ez a játékra, de hát balga mód mindig elkezdem. Tibike ül, bazd meg ott 10-10 percig, neki ez a játék. Az is egy rakás szar, Csaba. Ez egy rakás szar. Én bazd meg azzal. Úristen. Na bocs, nekem az... Nem bírom eltalálni amúgy. És ennyi voltam. Ez igen. Tudom, én nem lőttem le. Úristen, de kár, hogy vége. De sajnálom. Most kockáztatok, ez valószínűleg azonnal halál lesz ezen az úton kijönni, de megnézzük. Hát, ha nem. Tovább ment. Igen, tovább ment. Oldalra nézzünk, kettesú. Kösz. Na nézzük.
Ez az utó is ott van még, jó. Megnyugodtam. Na végre. Ő a fánbokron keresztül mindenhogy. Oké. Persze. Nem, ha van nála, ugye? Hát, mert a grafikai beállítások a Gaijinnál lehetővé teszik, hogy szegény kaputelefon tulajdonosnak is tudjanak játszani, hiszen ők is megérdemlik, alanyi jogon jár a számítógépezés, ezért le lehet húzni a teljes grafikát, hogy se bokor, se fa ne legyen a képernyőn. Igen, Izzy, igen. Röhögsz, de így van. Van egy ilyen grafikai opció, ahol kvázi nincs ajnövényzet, és a fák lombkoronája sem látszik. Igen. Tökéletesen látod, hogy a fair play meglegyen. Mert szegénynek nem jó a gépe. Hát nem tudom, akkor ne játszon. Hát ugye, ma mindenkinek esélyt kell adni mindenre, mert jár alanyi jogon. Igen, az. Hát ezt csinálják. A fullizések is, jó géppel lévők is ezt csinálják. Én meg nem azért költöttem pénzt a gépre, bazdmeg, hogy egy rakás szart nézzek. Nem tudom. De hát ugye én vagyok a buta. Nekem is úgy kéne játszanom. Ez a játék ma már el van baszva. Már kapufa itt teljesen. Ha csak nem jön Pepe esetleg, és kicsit... Földobjuk az élményeket, de hát... Nem fogom. Alja patkány nem leszek azért, mert más az. És most nem arra gondolok, aki szeretne játszani, és nem tud, mert lassú a gépe. Én azoknak se hagynám, mert ez nem fair senkire nézve. De hát ez nem szokta érdekelni a nagy érdeműt, ugye? Az meg. Jaj, hogy befüstölt. Ez gyönyörű volt, bazd meg. Ezt honnan kaptad? Amúgy honnan jönnek ezek a lövések? Szoktak fönt megjelenni. Hol van ott tank? De mit csinálsz, bazd meg? Na ez, tessék, ez zagy halott itt, tessék. Ezért halok meg. Mert hogy nekem menni kell. A kurva anyádat használt pajzsnak, te patkány. Jó? Rava talán. Öcsém, bazd. Bazd meg. Jökén áldva ezekkel, bazd meg. És mindjárt jön a bomba, figyelj. 3, 2, 1, és meghaltunk. Na, hát ez is jó volt, nem? Ugye? Yeah. De van esélyed ellene, állítólag, mondták. Így működik, ez a játék. Az. Vannak mecsek, amiben csak ezt látod. Fönt 4-5 gép,
Zero esélyed van. Akkor van sikerélmény, amikor épp nem agyhalottak vannak az ellenfélen, és tankozni szeretnének. És alig van fönt gép, akkor kurva jó meccsek vannak, akkor. De amúgy ez van, bármit csinálsz, megjel... Szóval mit csinálnak? Repked a spawn pont volt, és várja, valaki elkezdje foglalni. Addig veri a faszát anyjára. És lebukik, rádobja a bombát, és borzalmasan büszke. Nagyjából ez. Persze halktalanul, véletlenül se legyen esélyed lelőni, de nem is tudnád lelőni, mert fölfele nincs gépfegyvered, tehát, hogy nulla esélyed van. Hát, hogy semmit nem tudsz ellene védekezni. Érdés mond. És akkor vannak olyan meccsek, amikor ez nincs, és tudsz játszani. És akkor vannak olyan meccsek, amikor csak így nézed, hogy vége legyen. És ezt hívják balansznak állítólag. És ha bejövünk 2-3 izével, légvédelemmel, akkor lelövünk 2-t, és a harmadik mindannyiunkat agyon lő. Ez szokott lenni. Konkrétan. Most újra töltök. Nem tudok olyan gyorsan menni utána. Ja, ne! Ez a légvédelem. Nem tudok fölfele nézni, érted? Ez a légvédelem. Hopp, eltaláltam. Nem megy a cső után olyan jó, olyan jó a légvédelem, geci. Imádom. 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 Lényeg az, hogy legyen esélyed. Ez a legfontosabb rész. Ha el is találod, akkor hit. Mert köztudott, hogy a repülők az páncélosak, tehát, hogy hiszen hatalmas páncélokkal érkeznek. Könnyű őket eltalálni, amúgy ezt mondják. Végtelenül egyszerű őket lelőni. Sok esélyed van amúgy. Minden egyéb csak nyavajgás. Wow, wow, wow. Az mind le lett bombázva ott. Tehát, hogy nem mind. Biztos van kivétel, aki épp nem. Na, hol az a sup? Kritikál hit. Az ágyújának semmi baja, úgyhogy agyon lőhet simán. Ne aggódj. Na, azt a mindent, asszisztot is kaptam. Bazd meg. És érkezik a repülő mindjárt, nem? Nem? Úgy szokta. Bravo!
We captured most of the strategic zones. Az te jó. Akkor jó. Akkor most már nem lehet baj, ugye? Jaj, szegény lezuhant. Tüm 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 tüm. Tüm 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 tüm. Kicsit a csodálatos jel. Mert bokrosodott van? Egy újabb repülő, egy újabb bombával. Ő most taragszik rám. Puty-puty. A mindenségét. Az IS-2-t nem volt szerintem erős a lőszer. Be lehet lőni, csak nem látszódott, mert tele volt önnye, hogy hova lőjek. Nagyjából próbáltam eltalálni a csöcsét. Nem sikerült. Ja, ebben a játékban nincs izé HP rendszer. Tehát azért az esetek nagy többségében egy lövés, minden. Ez az nem... Az még működhet, hogy kritikális mondjuk a zárvárzat, vagy ellövöd a csövét, ha olyan gondba vagy. Csak most nem láttam a izét, és inkább belelőttem a tornyába. A csövét szemből ellőhettem volna talán, de szerintem kilőtt volna addigra már. Nyertünk. Fantasztikus. Pontok, Lalikám. Nincs HP pool, nem, dehogy is. Izé van. Crew. Crew HP van. De, tehát, hogy úgy működik, hogyha elveszted a crewt, akkor felrobban a tank. Általában ez a rendszer. Tehát a crew az úgy működik, hogy ez mi a fasz. Ugye itt az armor, ott ülnek az emberek, és hogyha mondjuk ide ezt meglövöd, akkor ő meghal, elfogynak a bizék, akkor meghalsz. Ha mindjárt berobban, mondjuk a lőszer, vagy bármi, és mindenki meghal, a tanknak nem HP-ja van, hanem a crew memberöknek kell megfelelnia. Azért van vitality-juk például, tehát hogy több HP-juk legyen. Gunner. Tank commandernek adunk egy tank loader, úgy gyorsabb töltés, és skill-je van a legénységnek. Tehát, hogyha a vitality-je maximum van, az egélítő, hogy milyen gyorsan cserél helyet, hogyha valaki kidől, mellett azt is lehet, javítás van, stb. Mind skill rendszer alapúak. Yep. És azért van egy lövés, mert mondjuk oldalba belövöd a... Ezt akartam. Hát oldalba fogod a, ugyanazzal a tankkal, és mondjuk innen püf, akkor bum, és mindenki berobban. Nem, még túlélte, jól látom. Fekete lesz a crew, akkor mindenki. De ne lopakodjál, menjél már innen. Hát, hát ők még élnek. És akkor utána valószínűleg ide kell lőni előre, hogy ők is meghalljanak. Tehát legtöbb esetben ugye nyilván a torony oldal berobbanhat a lőszer, itt sokkal több a morek, sokkal több, mint mondjuk a vodba. Ellövöd mondjuk a izét, zárvárzatot, most pont nem lőtted el,
előheted, és akkor nem tud lőni, és akkor mögé mész, vagy oldalra mész, toronyforgás. Ilyen így működik a sebzés. Na, ennyi. Most jó megaszontam. Igazi pokoli hétvége. Csodálatos gaming. Pizzácskát lecsukjuk, mert Bellácska mindjárt megy rá. Nem. Ez nem a tiéd. Kaptam a Máriuti falatot. Gyere ott néz. Na mi van? Az a pizza, de nem a tiéd. Mi van? Hogy saskodik? Úgy látom, már ki tudunk innen jönni. Szép volt. Ha, ebből baj lesz. Na nem baj. Belecska, mi van? Mi tart is táskodsz? Megyek kijebb, mert ebbű baj. Jó, kijebb megyek, bad meg, kijebb megyek. Lássátok, hogy miért nem szabad kijebb menni. Ezért. Nem. Bocs. Bazd meg! Miért nem tudod kilőni azt a szájonkurt tankot, bazd meg, oldalt áll, geci? És képes vagy, bazd meg, elbaszni, hogy én dögöljek meg? Te nem, bazd meg. Nem, és hallod? És bazd meg, azóta se bírtad kilőni? Azóta se ment, mi? Oldaltál, bazd meg, a T-34, és nem bírja kilőni, bazd meg. Az én csövem persze, és látta, na ezért, na, de ezért nem megyünk oda. Mert onnan fognak jönni. Csak ugye hát én hülye fasz, én agyalágyult ökör, gondoltam a társam majd kilövi, mert ott áll. Hát nem lövi ki, bazd meg. Nem lövi ki. Azt ott hol van? Jól láttam, hogy ott állt. Kivárom. Áll a szikla mögött. Ha,
mondtam, hogy ott van. Ez a lövés honnan jött? És bazd meg, mellé lőttem. Meg. Mellé. Ő is. Bazd meg. Oldalba lövöm a tornyát, bazd meg! Hát, komolyan, gyerekek! Tiszta oldallövés volt, bazd meg, a játék annyit sem mondott, hogy fapapucs. Berosszulok. Ez, bazd meg. Ki megy az út közepére, érted? Tehát ki, ő kihajt. Mert ő megoldja. Nem oldod meg, tesó, megdög lesz. Na bazd meg, elélődtem. Aha, értem. Ne aggódj, ő ellő. De bazd meg, mellette lövök el! Hát, geci. Ezt nem hiszed el, bazd meg, komolyan. Na világon nincs, bazd meg. Ott áll az út közepén, és nem bírja kilőni senki. Én se. Senki. Imádom. Te ülnél ott azonnal halnál. Elképesztő ez a matchmaking, bazd meg. Én béna vagyok, az egy dolog, egyszer, hogy mindenki más is. Az út közepén áll.
Azok közül melyik él még? Halált kibaznak, hogy melyik él, öcsém. Mouse, az is egy csodálatos járgány. Azt is könnyű megölni. Nem. Ott jön a repülőtessé. És halunk. Nem a mouse-t fogja lebombázni. Vagy engem? Nem engem. Örülök, hogy az ágyúcsövem... Örülök, hogy az ágyúcsövem erre állt. Örülök neki. Köszönöm, játék. Mai napig nem tudom, miért áll oldalra az ágyúcsövem, ne aggódj. Egy fölfele. Csodálatos, geci. Jó, még tudom, mert lőttem a repülőd. De ha nem áll, akkor is így áll fölfele, bazd meg a kibebaszott cső. Akkor mész, nem tudom, bazd meg. Lefele kell nézni, bazd meg, hogy nem menjen fölfele. Azért nem bírtam megölni. Mindegy. Szalmi bele. Napom is elmondom. Mortanderben biztos. Az a mouse azóta. Ja. Ott állnak a cél körül hárman, és még mindig nem tudják foglalni. Geniális. Mindegy. Megint egy csoda repülő volt, aki... Mindegy, hagyjuk. Semmi baj, minden szép. Csodálatos. Lefele tart ezt a szart. A mouse miatt mindjárt jön ide a bomba. Nézze, nem bír... Na, eddig tartott. Nehéz menet volt, lássuk be.
Na, az a T-29, az még mindig ott van. Gondolom, ja. Most lőni kéne a repülőket. Nyilván egy se jön. Cét gondolom a T-29 foglalja. Most foglaljuk vissza? Nem, most foglalják el. Ez egy nagyon izgalmas mérkőzés. Körbe-körbe autókázunk. A T-29-e mindig nincs meg, ahogy látom. Én biztos meg fogom most találni, garantálom nektek. Lehet, hogy meghalt, csak nem vettem észre. Nem, az egy Flawless Victory lesz mindjárt. Ah, itt a T-29. Nem, ez a miénk. Akkor mit hallok itt? Ott volt a T-29. Outvote. Outvote. Hmm.